Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, és jöjjön DNA Warframe társkereső. A napokban beszélgettük itt a srácokkal, és megállapodtuk amazt a tény, hogyha egy lány van közöttünk, mert akadnak lányok nálunk a teljesen, illetve a Warframe klánon velő, akkor teljesen meg van zavarodva mindenki, úgyhogy itt beszélgettünk Falkó kollégával, és hát uh, Csináljunk egy TNA társkeresőt, úgyhogy hölgyek kérjük, ki, jelentkezzetek a TNA-ba. Tudjuk, hogy sokan vannak már a gémer hölgyek, csak valamiért némelyike még mindig rejtőzkedik ideje előbújni és csatlakozni hozzánk. Na de a viccet félretéve azon kívül, hogy tényleg nagyon szívesen várjuk a hölgyek jelentkezését, sőt még abba is benne vagyunk, hogy legyen egy ilyen hölgy TNA Euh, részleg, hogyha, hogyha ez itt tetszik. Tehát ha van egy bátor jelentkező hölgy, aki szeret, szeret gémelni, és megalapítaná a TNA-t, akár Warframe-en, battlefield Call of duty bárhol a hölgy TNA-t, ad, ad én, én, kifejezetten örülnék, úgyhogy ez egy ilyen nagy cél lenne, úgyhogy ha van olyan bátor hölgy jelentkező, az jelentkezzen a Facebookomon, és megveszik a részleteket, de nagyon szívesen vennénk, hogyha lenne egy hölgy részleg TNA, akármelyik játékról is legyen szó. Nos, uh, amúgy mégint csak komolyanra fordítva a szót, szóval bárki jelentkezett hozzánk a TNA-ba, bármelyik részlegében, most ugye jelenleg a Warframe-ről beszélünk, uh, úgyhogy megint Csinálok egy afféle toborzó videót, mert úgy, úgy, látom, úgy veszem észre, hogy időről időre, néhány havonta ezt meg kell ismételni, mert újabbnál újabbak iratkoztok fel a csatornára, és, és, sok kérdés merül fel, hogyan lehet a klánhoz csatlakozni. Hát így lehet a klánhoz csatlakozni, hogy Bejelöltök engem, vagy hogyha van ismerősötök a klánban, akkor megkéritek őt, hogy meghívjon. Tehát be lehet engem jelölni a játékban, meg foglak tudni hívni titeket a klánba. Amire viszont nagyon ügyelnetek kell, tulajdonképpen, hogy amikor bejelöltök és szeretnétek bekerülni a klánba, akkor lépjetek ki az előzőből, ha esetleg benne vagytok, mert a rendszer nem enged meghívót küldeni, amíg benne vagytok egy előző a másik klánban, szóval aki bejelöl és csatlakozni szeretne, az lépjen ki addigra a másik lámból, mert én úgy működöm, hogy belépek a játékra, ránézek, hogy kik jelöltek be, és azoknak egyenesen küldöm a meghívót, és egyúttal el is fogadom barátnak. Na most azok, akik nem szeretnének kilépni a klányukból, de beszeretnének jelölni ismerősnek, vagy bármi, um, nagyon fontos rácok, tényleg, hogyha beszeretnétek lépni a klámba, hogy ne érjen meglepetés senkit, és hogy mindennel tisztában legyen, a Facebookomon ott van a klán szabályzat, el kellene olvasni, azért, mert ha nem olvasod el, meglepetés fog érni, és azt hiszed, hogy ez a klán nem az a klán, amit keresel, és elő is fordulhat, ezért kérdezem, kérem azt, hogy a Facebookomon a szabályzatot, azt olvassátok el, mert ha nem, akkor meglepetés fog érni. A szabályzat úgy van megalkotva, hogy védje a minél magasabb rangúakat a kihasználtság ellen, mivel hogy sok kezdő van, sok kezdő csatlakozik, mi azt szeretnénk, hogy a kezdők egymást találnák meg, és egymást segítenék. A másik pedig, Lényeges dolog, hogy aki klánba benne van, vagy klánból jelöl be engem, nyugodtan lehet csatlakozni az alianszunkhoz. Tehát van egy alianszunk, aki nem szeretné elhagyni a klánját, de szeretne mégis a mi közösségünknek a része lenni valahogy, nyugodtan lehet az alianszunkhoz csatlakozni, írjatok rám, vagy írjatok bármelyik TNA nekromoszerű, például Falkóra, um, és, és lehet uh, nyugodtan csatlakozni az irányzathoz, nem beszélve arról, hogy bármelyik Allianz klán be tud hívni másik klánt az Allianzba. Szóval uh, mind annak az érdekébe történik, hogy a közösség növekedjen. Uh, a közösség alatt mit értünk? Mert azt hiszem, sokszor itt is egy ilyen kis uh, nézeteltérés van az emberkék között. A közösség nem egy klán. A közösség az egy... Um, mondhatni, hogy egy önfenntartó szervezet, és a köz az én célom az a klánomon belül, ami szintén egy közösségként szeretném, ha operálni, és nem egy klánként, az én célom az, hogy ez kinőjön ezer főre. Azért szeretném, hogy ez kinőjön ezer főre, hogyha egy jó időre is abba hagyjuk a játékot, mert ismerjük a warframe et A Warframe olyan, hogy egy idő után nagyon sok mindened lesz, és um, nagyon megszokod a játékot, és időben már nem nagyon lesz mit, hogyan farmolgatni. Időnként fel fogsz járni, játszogatsz, jól érzed magad, és kész. De hogyha egy klán ki tud nőni ezer főre, hogyha az allianszában sok klán van, akkor mindig lesz valami aktív játékos, és ez az én célom, ez a végső célom, hogy ezt tudjam elérni, hogy legyen mindig aktív játékos. Mindegy, hogy ezt az allianszörére emel, de szeretném, hogyha a klán, részleg a TNA, a Necro Army is, Elérni az ezer főt, mert akkor nagyon öm, jól öm, működne az egész, mindig lenne egy aktív játékos, mindig de, öm, találnátok játékosokat. És nagyon fontos, ez egy alapelv nálunk a The Necro Army-ban. bárkit, segítünk bárkinak, de a segítséget és csak és kizárólag, tehát az én nekromanszereim úgy döntenek, ahogy döntenek, de én személyesen úgy döntöttem, és ezzel valahogy ők is egyetértenek. Én speckó, hogyha tőlem szeretnétek segítséget, csak és kizárólag akkor segítek, ha fönt vagyok teljesen, és ha ti feljártok teljesre, és éppen nem vagyok benne egy játékban. Ha benne vagyok egy játékban, nem biztos, hogy fogok válaszolni, akkor, hogyha írtok nekem. Sőt, nagyon sokszor biztos, hogy nem fogok válaszolni, de ezt mind megtaláljátok a klán szabályzatában. Nos, és hogy és akkor legalább tudjátok, hogy mire számítatok. Mint egy közösség szeretnénk, ha ti találnátok meg egymást, ti barátkoznátok össze, följárnátok a TS-re együtt, együtt lennétek, mindenki megtalálná egymást. Ez egy közösségnek a lényege nem az, hogy mindenki a líderek felé fordul és elveszi azt, ami nekik van. Szóval egymást találjátok meg, egymást segítsétek, egy közösségben az emberek egymást segítik, és ez lenne a pozitív üzenete annak a közösségnek, amit én szeretnék építeni. Ugyanez igaz természetesen az Allianzra is. Nos, az alianszunkban amúgy lehet kereskedni, meg kereskedés szabályainak megfelelően, és mint mondtam, bárki bárkit behívtat, mind klánon belül, mind Allianzon belül. És még egyszer halál komolyan mondtam azt, amikor egy hölgy gamer jelentkezhet, és akár megalapíthatja egy bátor hölgy gamer, a lány, a hölgy TNA részeget, vagy akár csak csatlakozhat hozzánk a klánba, és összezavarhatja a sok euh, <tosz> testosterontól túl ifjú hordát. Na, uh, lényegében ennyi lett volna, szóval várunk mindenkit szeretettel. Kérlek, olvassátok el a klán szabályzatot. Ne felejtsétek el, hogy inkább egy közösséges csatlakoztok sem, mint egy klánhoz, és ne felejtsétek el, hogy több mindenhol jelen vagyunk Battlefield 2 át. Most már Warface-en is jelen vagyunk, szóval... Um, <coughs> Battlelog, Steam, meg nem is tudom, Warframe, Warface, GTA 5, sok helyen jelen van a TNA, ezért is mondom, ez inkább egy közösség, közösség, mint semmi klán, úgyhogy gyertek, köszönöm a figyelmet, sziasztok!